A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban ellátogatunk a Trianon Múzeumba, elkalauzoljuk Önöket a mesék világába, valamint beszélgetünk a méhnyakrák szűrés fontosságáról. Tartsanak velünk! Rendhagyó eseménnyel kezdte meg az idei évét a Trianon Múzeum, ugyanis az intézményben megválasztották a nagykövetet. Elsőként Ács János világhírű karmester vehette át az elismerést. A Trianon Múzeum 2004-ben nyitotta meg kapuit a Várpalotai Zicsi kastélyban. Az épületet a Vár és Kastély program keretében megújították. A múzeum a magyar nemzet számára sorsfordító éveket bemutató tárlataival egyedülálló a Kárpát-medencében. Az a témaegyüttes, amit a Trianon Múzeum bemutat és elemez, az kulcskérdés abban a tekintetben, hogy a magyarok saját magukra tudjanak ismerni a 21. század derekán. Mi azt gondoljuk, hogy a Trianon Múzeum által vizsgált jelenségegyüttes mutatja meg az ország valódi kiterjedését. A Trianon Múzeum a megújult kiállításaival a 15-20 éves fiatalokat is szeretné megszólítani. Hangokkal, fényekkel, üzenetekkel, színekkel, szövegekkel, meglepetésekkel igyekeznek színházi élményt nyújtani. Ahova most beléptünk, ez a Átkozottak kész, amely ezt a békét aláírja címet viselő termünk, ahol megpróbáljuk felidézni azt a hangulategyüttest, amely meghatározta a békediktátum aláírásának történelmi lélektani körülményeit. Itt mindjárt egy nagyon szép eszközünk van. A trianoni idők 8 szereplőjét lehet telefonon utolérni, és a 8 szereplő a béke szerződésekkel kapcsolatban saját hangján, saját anyanyelvén egy kis előadást tart, és itt lehetőséget biztosítunk a látogatóknak, hogy akár vitatkozzanak Benessel vagy Wilsonnal. Szintén ebben a teremben, ha a nagyhatalmak képviselői közül az egyiknek az aláírását átírjuk, a területi mozgás látható az asztalon. A Trianon Múzeum háttérintézménye a Bakonyban található Királyszállási Nagy Magyarország Park. A Kárpát-medencei illat és virágút 23 tematikus egységben mutatja be a régi magyar virágos kertek legszebbjeit. A virágút közepén pedig egy különleges szoborparkot látunk, ahol bemutatjuk az 1896-ban állított 7 milleniumi emlékmű 6 méteres makettjeit, topográfiai értelemben lokalizálva, ahol ezek eredetileg álltak. Itt látjuk a brassói emlékművet, egy kicsit tovább haladunk észak-nyugat irányba, akkor szemünk előtt megjelenik az ebben a pillanatban megint csak nem létező Munkácsi Vár Ormán 1896-ban fölállított Munkácsi turulszobor. A Trianon Múzeum 2024-ben létrehozza nagyköveti testületét, 12 jelentős közéleti embert gyűjt az intézmény köré, hogy a nemzetpolitikai célok elérésében segítséget nyújtsanak. Az első nagykövetnek Ács János nemzetközi karmestert választották. Az olasz opera legautentikusabb tolmácsolója magyar emberként 2024-ben. Ízig-vérig elkötelezett a magyar nemzet mellett,
ő maga többször kifejtette, hogy ahol megsérült a magyar nemzet becsületét, az egész világon helyre kell állítani, és ebbe teljes szívvel, lélekkel bele kell állni. A nagyköveti testületnek köszönhetően egy új szervezettel és új eszközrendszerrel gyarapodik a magyar lehetőségek tárháza a Kárpát-medencében. Különleges, vagy épp klasszikus történetek. Mindegy, csak mese legyen, ugyanis fejleszti a gyermekeket, és segít nekik abban is, hogy kiegyensúlyozottabb felnőttekké váljanak. Balajti Marian meseíróval kolléganőm Kis Dávid Renáta beszélgetett. Egyre kevesebb szerepet kap a mese, egyértelmű összefüggés mutatkozik a fiatalkorúak mese hiánya és a felnőttkori lelki problémák között. Erről fogunk ma beszélgetni, hiszen a kezünkben van a könyv. Az a bizonyos könyv, ami nagyon sokat segíthet nekünk szülőknek és gyermekeinknek egyaránt. Én Kis Dávid Renáta vagyok, és vendégem Balajti Marian, gyermeknevelés segítő, érzelmi intelligencia fejlesztő szakértő, meseíró. Köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Mit jelent pontosan az a szlogenetek, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a mesék az életre készítik fel a gyermeket? Az a baj, hogy most már nagyon keveset mesélünk a gyerekeknek, és nem a szülőket akarom ezzel bántani, Isten ments, rengeteg teher van rajtuk, sokkal jobban felgyorsult világot élünk, sokkal több mindent szeretnénk megadni a gyerekeknek, és ugye nagyon sokszor távol élünk a nagyszülőktől, rokonoktól. Ha belegondolunk, régen a nagyszülők meséltek nekünk, sztoriztak, nagyon sokszor lehetett, hát talán egy kicsit el is ferdített történeteket hallani, de azok az életbölcsességet adták át. Ahogy a magyar népmese is, ahogy egyébként egy jó mese, egy jó történet életbölcsességet ad át, amit nem tudok úgy odaadni a gyereknek, hogy leülök, és azt mondom neki, hogy na majd, ha ez és ez a válasz út elé jársz, akkor erre menjél. Mert ugye akkor ezer meg egy dolgot kellene elmondanom, a mese viszont tradicionálisan adja át ezeket, felkészíti az életre, el fogsz bukni, fel kell állni. Segítséget kell kérni, segítséget kell nyújtani. Tehát olyan tudás van a mesékben, amit sehol máshol a gyerek nem tud megkapni. Olyan érdekes, hogy ha már a hagyományos mesék vonalán indultunk el, ugye a próbatételekről szóló mesék, király, koldus-legényről szóló mesék, hogy ezek is például mit adnak a gyerekeknek, mármint olyan téren, akik már azért ezt megértik? Hát egész kiskorban megértik, tehát itt az a meglepő egyébként, hogy azt nem szokták megérteni a szülők, hogy már egy-két éves gyereknek is lehet mesét hallgatni. Nem azt mondtam, hogy egy 5 óra hosszás mesét mondjunk végig neki, tehát tényleg nem egy 20 percest mondjuk, hanem csak egy rövidebb kis pár perces mesét, de ha elmondom, akkor megtanulja belőle, hogy lehet, hogy te vagy az a szolgalegény, aki elindulsz. De te hiába a legkisebb vagy, el kell indulnod az úton. Ez nagyon érdekes, igen. Lehet, hogy az istálóban egy rossz kis véngebét találsz, de megkeretetned parázssal, vagy bármivel, és útnak kell indulnod. Lehet, hogy hétfejű sárkány fogja állni az utadat, és nem állhatsz meg a harmadik fejénél, hogy hát én most megnézem inkább a Facebookomat, mert bocsi, elfáradtam, a többi fejedet nem vágom le. Tehát végig kell vinnünk mindent. Ezek nagyon sokszor ugye belső félelmek, belső gátak, van természetesen külső gát is, van egy boszorkány, vannak rossz varázslatok, az élet rossz pillanatai. Nagyon érdekes, amiket elmondasz, és tényleg olyan tanulságos. Talán sokszor bele se gondolunk a mindennapi rohanások közepette, hogy pedig ezek mennyire fontos alapkövek lennének a gyermekeink részére. Ugye hát ti készítettetek olyan érdekes dolgokat, a nézők láthatják is itt a pulton, az asztalon, ami hát tulajdonképpen ebben segít nektek, szülőnek és a gyerekeknek. Mik ezek pontosan? Van 6 mesekönyvünk, ami kifejezetten érzelmi intelligencia fejlesztő, és ez a felgyorsult világban pont a kicsit lelassítja, és pont olyan technikákat tanít nekik, amire szükség van. Tehát itt gondolok egy mindfulness-es gyakorlatra, amit játékos formában tanítunk a gyereknek. Az mit jelent pontosan? Ez a légző gyakorlat, megfeszített izom, elengedem. Tehát ugye ez, amikor a stresszt levezetem kellők. Tehát nem úgy, hogy ütök. Sajnos sokszor nem tudják a szülők, hogy az a normális, hogy a gyerekből kijön. Tehát a stresszkezelést, valahogy le kell vezetnie. Ezt nem velünk születik, ezt megtanuljuk.
Persze van példa, meg sok minden, de kell egy megoldó kulcskészlet. Ilyen a nagy motoros mozgás, ugye a nagy karlengetés, ugrálás, hát sokszor látjuk, hogy a gyerek mikor hisztizik is, dobog a lábával. Igen. Érzi, hogy a feszültséget ki kell adni, csak ennek van egy vezetett formája. Egyrészt ezzel segítünk a szülőknek, illetve ezekhez a mesekönyvekhez több száz fejlesztő lap, kérdés, feladatlap, játékos családi feladat van, amit le lehet tölteni a weboldalunkon, tehát ez teljesen ingyenesen. Óvodák azért szeretik, mert ugye újra és újra le tudják tölteni, tehát nem egyszer megveszek egy feladatlapot. Nagyon hasznos, ez tényleg nagyon jó. És ugye van egy 300 mesét mondó, mesemondó plüssünk. Aha, igen, akik itt figyelnek egyébként. Így van, akik olvassák a saját könyvünket, ami ugye már jelenkori problémákra nyújt segítséget a gyerekeknek. Például? Hát régen mondjuk, ha belegondolunk, akkor volt mostoha, de csak mostoha. Ez azt jelentette, hogy el kellett távozni az egyik szülőnek, oda jött egy másik szülő, aki ugye a mostohánk lett, és hozott valamit magával, a kis csomagot. A mai világban ugye a vállásoknak, a számának a megnövekedésével felálltak a mozaik családok. Így van. Innenstől kezdve a gyereknek ezt nem tudja a régi mesékből egy hamupipőkéből megtanulni, hiszen anyának új párja van, apának új párja van, ott is van gyerek, esetleg még közös gyerek is, akkor most ővelük hogyan viszonyulok? Ki az, akivel muszáj, hogy jóba legyek, ki jöjjek? Itt más a szabályrendszer, ott más a szabályrendszer. Tehát ugye ezek olyan problémák, ami régen nem volt. Abszolút érthető. Tehát, de ti egy kulcsot nyújtatok, illetve több fajta kulcsot a gyereknek, szülőnek, intézményeknek egyaránt. Így van, ugye maga a szülő is meg tudja ezeket vásárolni, ő is tudja használni. Mi óvodákban teszteltük, ott egyértelműen kimutatható volt, hogy például a mesemondó plüssök hatására a csoport dinamikája megváltozott. Segítőkészebb lettek, toleránsabbak lettek egymáshoz, úgyhogy most ezeket kórházakba és óvodákba próbáljuk eljuttatni. Mióta egyébként, mikor kezdtétek ezt az akciót? Ezt ősszel kezdtük, mi úgy terveztük, hogy ezt december 31-ig bezárjuk, de olyan sok óvoda és intézmény jelentkezett, hogy már most jelzés érkezett, hogy ne tegyük meg, hanem inkább próbáljuk meg összekapcsolni a felajánlókat, ugye ez bármilyen cég, magánszemély, bárki érthető lehet. Aki az intézménynek felajánlja ezt a plüst. Tehát ugye már most jött kérés, hogy ezt ne zárjuk be december 31-jel. Mi a különbség például a bölcsödék és az óvodák között, hogy ki mit kap, hova mi fontos, hogy kerüljön például? Mindenki a plüsre szeretne jelentkezni. Ugye azért, mert az 300 mesét tud, és ugye érdemes tudni, hogy 4 csoportba tudják akár egyszerre hallgatni. Azt a mindenit. Tehát ugye 4 készülékre le lehet tölteni, 4 bölcsödés vagy óvodás néni, tehát ezt, ha kiszámolom, akár 80 gyereket tud egyszerre kiszolgálni. Tehát ugye ez olyan fejlesztő ereje van, ami ugye mondjuk, ha van egy feszültebb gyermek, sokszor a szülők ezt negatívan érik meg, hogy a gyerek rossz. A gyerek nem rossz, a gyereknek vannak problémái. Ez lehet családi probléma, lehet egy gyász, lehet egy válás, lehet bármi, és erre megoldást kell találni. És ha erre az óvónéni segít megoldást találni. Igen, abszolút. Akkor ugye a rossz gyereket megszüntetem, és a csoport onnantól kezdve harmonikus. Igen. Tehát ugye ezért jelentkeznek a mesemondó plüsre. De nagyon érdekes számomra ez az egész akció olyan tekintetben is, hogy tulajdonképpen a tenyerünkbe adjátok, vagy adod a modernitást és a hagyományokat is, és ez annyira ötvöződik, de valami csodálatos módon. Ez azért a mi gyerekkorunkban is volt. Én jelentkezem, én már olyan öreg vagyok, nekem volt bakelit meselemezem. Mesekazettám is volt. Tehát az akkori technikában, amit elő tudtak állítani. Abszolút, az abszolút ők érthető, igen. Megtették. Csak hogy ugye itt megint itt a hagyomány és az interaktív vitásnak az egyik fajtája. Itt ugye mi azt használtuk ki, hogy mindenkinek van mobiltelefon. Igen. Az korlátlanul elbírja az applikáció a meséket, és akkor ott van 300 mese, ami folyamatosan bővül, tehát most lesznek tornamesénk, ami idegrendszeri érettséget segítik elő, tehát olyan dolgok, ami nem azt mondom, hogy kivált mondjuk egy fejlesztő tornát, de mondjuk az otthoni feladatokat, amit a gyerekek otthon anya kérésére nem olyan szívesen végeznek el, azt mondjuk a tündérek kérésére szívesebben el fogják végezni. De ez nagyon jó, mert én azt hiszem, hogy azt azért mondhatjuk, hogy ma már a legtöbb gyerek nem neurotipikus, és rengeteg gyermeknek szüksége van ilyen és hasonló fejlesztésekre. Hogy látjátok?
romlott, ugye a digitális tartalomfogyasztás hatására valóban állítólag 800-szorosára nőtt bizonyos kutatási eredmények alapján a valamilyen díszproblémás, vagy valamilyen problémás a gyermeknek a száma. Viszont azért ehhez hozzátenném azt is csak úgy zárójelesen, hogy régen ezeket a gyerekeket csak megbélyegezték, hogy rossz vagy. Abszolút, abszolút, tehát ezt látom én is. Nem feltétlenül biztos, hogy a 800 az 800, ebből kiindulva, hogy azért régen ezek a gyerekek máshogy voltak, egy hiperaktív gyerek. Igen, igen. Azt mondták, hogy apukának haza kéne menni és adni két fülest neki, mert rosszul viselkedik, tehát más volt a rendszer is, de egészen biztosan látjuk, hogy például túl sok digitális tartalomfogyasztás negatívan hat a gyerekeknek az idegrendszerére. És mit vártok ti ezzel a programmal, vagy programsorozattal, inkább mondjuk így? Hát, hogyha nagyon messze menő vágyaimat kérdezed, akkor kiváltjuk a digitális tartalomfogyasztásnak egy jelentős részét, és ugye ezáltal a gyerekek inkább fejlődnek, és megfelelően kezeljük, tehát nem a technikával van problémák, épp ellenkezőleg, tehát mi is azt használjuk ki, hanem annak a fogyasztásával, a mértéktelenségével van problémák, és úgy gondoljuk, hogy egy szülő, illetve most már ezt is mutatják az eredmények, hogy oda tudja adni a szülő mondjuk egy hosszú kocsi útnál, és ő elmond egy olyan mesét, ami épp a hosszú autókázásról szól, és a gyerek megérti, hogy miért kell a kocsiba maradni, de anélkül, hogy telefont adna hátra anyuka vagy apuka, hogy nézze egy mesét. Vagy egy ebédet az étterembe kivárunk telefon nélkül, mert mondjuk éppen mesekönyvet olvasunk, vagy éppen Belló vagy Bella elmond egy jó mesét nekünk. Tehát egy picit azt szeretnénk ezzel elérni, hogy háttérbe tudjuk szorítani a digitális tartalomfogyasztást, vagyis inkább helyére rakni. Én is sokkal jobban szeretem egyébként megfogni magát azt a bizonyos tárgyat, mint sem mondjuk felkutatni az interneten és magam előtt nézni, ott bambulok, nézem. Tehát szerintem az abszolút egy nagyon-nagyon autentikus dolog a meseolvasásnál, hogy kinyitom, forgatom, de a tartalomról már beszéltünk néhány szót, a külalakról és a külsőről, nem a borításról. Mit tartottatok fontosnak itt? Megmondom őszintén, hogy én leegyszerűsödettebbet szerettem volna, viszont fel kell venni a versenyt sajnos a kortársakkal, és ugye a gyerekek ízléséhez kellett elindulnunk, úgyhogy a gyerekeket kérdeztük meg, és ők bizony a színes, szagos mesekönyvet szerették volna, illetve a gyerekek szavazták meg azt is, hogy Bella és Belló hogy nézzen ki, hogy lila rózsaszín haj, milyen hajuk legyen. Tehát ugye az ő fantázia világukat igyekeztük megfogni, és átültetni. Tehát az, hogy mi mit gondolunk, az egy másodlagos dolog volt ebből a szempontból, hanem egy nagyobb statisztika alapján igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a legtöbb gyermeknek tetszedjen. Elképesztő tényleg, tehát itt a nézőknek is mutatom, hogy olyan szituációkat is láthatnak a gyerekek, vagy anyukák, intézmények a mesekönyvekben, ami tényleg annyira mindennapos történet. Itt például ugye egy kis vita kerekedik, tényleg, hogy az is milyen érdekes, hogy amikor mondjuk az óviba összevesznek a gyerekek, ott is sokszor olyan nehéz már maguknak, a pedagógusoknak is rendet rakni, hogy miért ne veszek egyetek azokon a bizonyos tárgyakon. Reméljük, hogy nekik is egy ilyen kulcs akkor tényleg. Abszolút, a visszajelzések alapján. Milyen jövőbeni tervekről számolnál be Marian nekünk? Picit már előre mentünk az időbe, de hogy például elindul ugye nem sokára a január, milyen terveitek vannak, milyen gondolatok járják át a fejeteket ebben a 2024-es esztendőben? Nagy meglepetésünkre a nemzetközi piacra hívtak bennünket, tehát úgy néz ki, hogy az angol, német és a spanyol piac az, ami nagyon érdeklődik a termékek iránt, itt ugye főleg a fejlesztő mesékre, a mesemondó plüssökre kíváncsiak nagyon, illetve én személy szerint szeretném tovább fejleszteni ugye a meséket, tovább bővíteni a meséket, ugye amit már említettem, tornamesékkel, ami nagyon speciális mesék, ami tényleg azt segíti elő, hogy mondjuk a óvodában, ha a gyerekek csinálják és használják, akkor az iskola érettségben, a koncentrációba esetleg hozzá tudjunk tenni egy picit, nem kiváltva egy fejlesztést, tehát nem, de inkább mellé segítve egy fejlesztést, tehát szeretnénk olyan pluszt adni, hogy mire tényleg odaérnek, hogy első osztályosok, második osztályosok lesznek, addigra fejlesztő hatása legyen, most már nem csak érzelmi intelligencia fejlesztő hatása, hanem valós olyan hatása, hogy mondjuk koncentrálni jobban tud, vagy bármilyen csecsemőkori reflexiológiát vissza tudunk gát alá venni. A műsoridőnk végéhez közeledve, még az utolsó percekben, Marian, meséljünk egy kicsit, illetve mesélj te arról nekünk, kérlek, hogy azért ma
szerencsére és hála Istennek egészséget nagyon sokszor adunk ajándékba. Ez is valamilyen szinten egészséget ad ajándékba, hogyha valaki ilyen könyvet ajándékoz. Miért? Miért jó könyvet ajándékozni, és legyen szó bármilyen könyvről? Azért a lelki egészségünk azt gondolom, hogy fontosabb, mint mondjuk egy fizikai egészség. Én legalábbis személy szerint abszolút hiszek abban, hogy a fizikai betegségek a lelki dolgainkat tükrözik egy részét, és hogyha egészséges vagyok lelkileg, akkor akár egy betegségből is könnyebben gyógyulok. Tehát mindenféleképp, ahogy a gyerekeknek is szükségük van lelki vitaminokra, és ugye itt nagyon sokszor a mosolyra, nekünk van nevettető mesénk, tehát hogy nagyon sokszor nem tudjuk például, hogy mennyire fontos lenne egy jó ízűt nevetni. Igen. Én azt gondolom, hogy a lelki egészség a sokkal-sokkal fontosabb mindentől. Van valami olyan záró gondolatod, amit velünk szülőkkel, esetleg pedagógusokkal megosztanál, igen, mire sarkalsz minket? Főleg a szülőkkel, hogy ne bűntudatuk legyen, ha nincs minden nap idejük olvasni, mert a bűntudat a legrosszabb, mert csak magukat tépik, hanem valóban akár a miénket, akár más hangos mesét, tehát nem csak nekünk létezik, hangos mesét hallgassanak a gyerekek, kiütve a digitális tartalmat, és kiütve azt, hogy ebből lelki problémát csináljon magának egy anyuka. Nagyon köszönöm. A vendégem Balajti Marian volt, gyermeknevelés segítő, érzelmi intelligencia fejlesztő szakértő, meseíró. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Köszönöm szépen. A méhnyakrák-szűrés fontosságáról tartottak előadást a Városházán. A Májva Virág Alapítvány eseményén a HPV fertőzésről, a méhnyakrák-szűrés fontosságáról beszélgettek. A méhnyakrák szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a hétfői előadás és kerekasztal beszélgetés keretében a Városházán. Az esemény a székesfehérvári Májva Virág pont szervezésében született meg, mely a Májva Virág Alapítvány részeként a méhnyakrákkal és az egyéb nőgyógyászati daganatokkal foglalkozik. Az a feladatunk, az a célunk, hogy minden nőnek felhívjuk a figyelmét arra, hogy a méhnyak szűrés milyen fontos, a méhnyakrák megelőzhető. Ezen kívül egyéb nőgyógyászati daganatokkal is foglalkozunk, tehát minden esetben célunk a prevenció, illetve ha betegek fordulnak hozzánk, a teljes betegutat végig tudjuk kísérni. A Májva Virág Alapítvány 11 éve működik Magyarországon. Nagy Tóth Ildikó maga is a méhnyakrák túlélője, és betegsége után küldetésének érezte, hogy többet foglalkozzon ennek a betegségnek az okával és megelőzésével. Így 2013-ban megalapította a Májva Virág Alapítványt, amely ma már az Európai Méhnyakrák Megelőzési Héten 200 ponttal működik országosan. Én 2011. augusztusában szültem meg a második kislányomat, és nem sokkal később méhnyakrákot diagnosztizáltak nálam. Át is estem egy kiterjesztett műtéten, illetve sajnos sugár és kemoterápián is. És akkor én magamba zárkóztam, de amikor már a gyógyulás útjára léptem, akkor elkezdtem keresgélni, mert szerettem volna egy olyan szervezethez csatlakozni, aki ezzel a témával foglalkozik, és nekem az egy ilyen nagy megdöbbenet volt, hogy nincsen ilyen szervezet Magyarországon, aki kifejezetten, tehát nagy betegszervezetek már akkor is léteztek, de hogy alapvetően nem volt ilyen szervezet. És így 2013 májusában alapítottuk meg a Májva Virág Alapítványt. Ma már egyébként HPV prevencióval és a nőgyógyászati daganattal érintettekért dolgozunk, tehát ebben elsősorban a méhnyakrákos nők vannak benne, de mellettük a petefészekrákkal, szeméremtest hüvelyrákkal és méhtestrákkal érintettek is. Nagyon fontos az, hogy most már 11. alkalommal szervezi meg a Májva Virág Alapítvány ezt az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, amely arra hivatott, hogy igenis hívjuk fel a figyelmet a méhnyakrák megelőzésére, hiszen fantasztikus dolog az, hogy van olyan daganat, amit meg tudunk előzni, nem csak észrevesszük és nem csak diagnosztizáljuk. És ugye a megelőzésnek két erős lába van, az egyik a HPV elleni védőoltás, a másik pedig a rendszeres szűrések együttesen. Ugye itt rendszeres szűrésről, ebben a témában a méhnyak szűrésről beszélünk, és nagyon szeretnénk egy kicsit nagyobb hangot adni ennek, most indulva ezen a héten egyébként 200 település csatlakozott az alapítványhoz, és leültetni a nőket egy asztalhoz, hogy beszélgessünk, hogy igenis tegyük ki a problémát az asztalra, hogy hallgassuk meg őket, hogy miért járnak el, vagy miért nem járnak el méhnyakszűrésre.
Az eseményt Östör Anna Mária egészségügyi és sporttanácsnok nyitotta meg, aki kiemelte, hogy Székesfehérvár az elsők között vezette be a HPV-oltást még 2008-ban, és azóta is nagyon fontos a város számára a figyelemfelhívás. Erre a rendezvénynek azért nagyon szép országos sajtója van, amilyen igen jó figyelemfelhívást erre a programra. Eddig mi csak gyöngyfűzéssel vettünk részt ebben, de most nagyon örülök és nagyon köszönöm, hogy egy ilyen színvonalas rendezvényen lehetünk részt. Köszönöm mindazoknak a szakértőknek, akik elvállalták, hogy erről beszélnek és segítenek, hogy a székesfehérváriak még többet megtudjanak erről a témáról. A megnyitó után Bognár Beáta szülésznő és Erdélyi Nóra citológus tartott előadást, melyet egy kerekasztal beszélgetés követett. A beszélgetés témája a nők motivációja és demotivációja volt a mély nyakrák szűréssel kapcsolatban. Vendégként részt vett Zoltán Erika énekesnő is, aki szintén megküzdött a mély nyakrákkal. Gyakorlatban először is azt gondolom, hogy minden nőt értelemszerűen abszolút módon érint. Nekem is voltak még a gyerek születése előtt kellemetlenségeim, két különböző műtétem is, aminek hál' Istennek a gyerek szülés és az azzal járó tisztulási folyamat vetett véget, és remélem, hogy soha többet nem kell semmilyen kellemetlen citológiai lelettel szembenéznem, de azért érzem ennek a nagyon-nagyon nagy fontosságát, mert sajnálatos módon a saját környezetemben is még vannak olyan nők, hölgyek, akik már túl vannak a gyerekszülésen, nem is egy van, aki kettő, és az, hogy nőgyógyászhoz járjunk, és hogy citológiai a vizsgálat hozzátartozik az életünkhöz, ez egész egyszerűen a mai napig még nem természetes a nők számára, amit bevallom őszintén, én magam nem igazán értek, de ha már van egy ilyen kezdeményezés, és ez egy nagyon-nagyon okos és nagyon jó kezdeményezés, akkor természetesen örömmel próbálom a magam részéről, a magam hátterével, erejével, sok-sok felkiáltó jellel fölhívni a figyelmet erre. Magyarországon a harmadik leggyakoribb daganatos betegség jelenleg a mély nyakrák, és évente mintegy 1500 nőt érint. Ezért is nagyon fontos a figyelemfelhívás, hiszen a baj akár egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálat alkalmával felismerhető, és így időben segítséghez fordulhatunk. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.